Mint ismert, csődhelyzetben van a Pécsi harmadik színház. Az energiaválság miatt az éves önkormányzati és állami támogatás a pályázati pénzekkel együtt már nem elég a működésre, lassan a bérekre sem. A segítség pedig mindenhonnan jó, ha érkezik. Nagy Bandó András a közeljövőben aktuálissá váló előadására invitálja a nézőket, ugyanis a teljes bevételt felajánlja a színház megsegítésére. Legyen egy nagykabátos pulóveres est, hiszen valószínű, hogy akkor éppen nem lesz fűtve a terem. De 2 órát kibírnak együtt az emberek, akik bejönnek rám, jó közönség, majd fölmelegítem őket. Aztán gyors kitaláltam a címét is, ami végül ez lett, hogy bajban ismerszik meg a baj. És a vége abban a pillanatban ugrott be, amikor már leírtam, hogy nem csak az ember, mert a bajban tudjuk meg igazán, hogy nagy bajban vagyunk. A hajdani verses darabjait, versmontázsait is beemeli a műsorba, hogy ne csak kabaré legyen, teszi hozzá Nagy Bandó. A műsor eltérő lesz a 75 éves jubileumi műsorától. Eddig a félház tele, de teltházat szeretne, hiszen ezzel még jobban tudja segíteni a színházat. Ennél jobbat nem tudnék tenni, egy teltház esetén jelentős összeg kerülne be a színház pénztárába, és a továbbélést is biztosítaná. Úgy gondolom, hogyha most így szemtől szembe agitálom a nézőket, megér annyit Pécsnek ez a színház több mint 30 éves múltjával, hogy ennyit megtegyünk érte. Én köszönöm azoknak, akik eljönnek, és ahogy szoktam mondani, én mindent megteszek azért, hogy a közönség győzzön, én pedig nyertes legyek. Az előadás február 16-án csütörtökön este 7 órakor lesz a Pécsi harmadik színházban. Az előtérbe Bandó könyvei dedikálva kaphatók, melyek bevételéből 20%-ot szintén felajánl a színház megsegítésére. A művész kötődése többszörös, hiszen ő is játszott korábban a Pécsi harmadikban.